Manfred óvatosan a jégre lépett, és lassan elindult felé ott, ahol a legkevesebb repedést látta. Amikor a közelbe ért, előre nyújtotta a gesztenye Fogd meg a botot! – mondta öcsének. Anton kinyújtotta a kezét, de nem ért el. Manfred még egyet lépett, Anton megmarkolta a húsánk végét, ám ebben a pillanatban mennydörgésszerű hangorkán kíséretében beszakadt alatta a jég. Ő derékig elmerült a fagyott vízben, a bot kicsúszott a kezéből, és épp csak meg tudott kapaszkodni a jégtábla peremében. A hideg a csontjáig hatolt. Egy pillanatig még hang sem jött ki a torkán. Amikor viszont tudatosult benne, hogy mekkora veszélyben van, hirtelen összeszedte minden erejét, elszántságát, karjai megtámaszkodva elrugaszkodott és elkapta Manfred túra botját. Teljes erejéből húzni kezdte magát, miközben Manfred is ráncigálta a gesztenye a csúszós jégen botladozva. Végül Anton teste a felszínre került, most megint ott hasalt a jégtáblán, mögötte a tátongó mélység. Ravasz a parton futkosott fels alá közben ugatott, érezte a veszélyt. Manfrednak sikerült néhány lépést megtennie a part irányába, Anton pedig kúszott tovább. Csak ne engedd el a botot, csak ne engedd el a botot, mondta neki Manfred, Anton pedig továbbra is erősen kapaszkodott. Fogai vacogtak, a testére tapadt hideg ruhában szája egészen ellilult, de kitartott. Egyre kíjebb vonszolta a testét, Manfred pedig húzta, húzta tovább teljes erejéből. A nagyobb fiú épp kilépett a náddal szegélyezett partra, amikor sortűz hangjára emlékeztető robbanások kíséretében ezernyi helyen tört darabokra a vékony Anton háta mögött. Egy utolsó lendület Manfred részéről még egy rántás, és Anton a parton hasalt. Mögötte megnyílt a sötét mélységet rejtő páncél, mintha egy óriási szörnyetek szája lenne. A cakkosra tört jégtáblák hatalmas, hegyes fogsorként vicsorogtak rá, de már nem tudta őt elnyelni ez a feneketlen bendőjürém. Megmenekült. Ám a megpróbáltatások még nem értek véget. Nagyon, nagyon, nagyon fázom, diderget Anton. Kelj fel! Nyúlt felé Manfred, siessünk haza. Anton vacogva botladozott a térdig érő hóban. Fogai összeverődtek, lábai elgyengültek. A szél felerősödött, és nagy sötét felhőket fújt a fejük fölötti égboltra, melyeken csak halványan szűrődött át a napsápat fénye. A sűrű függönyként szakadó hó szinte vízszintesen csapott az arcukba, alig láttak tőle hunyorgó szemükkel. A két fiú lehajtott fejjel vonszolta magát a hóviharban. Rabasz a lábok mellett küzdött minden lépésért. Már csak két hegyes füle látszott ki az egyre mélyülő fehérségből. Anton lábai zsibbadtak a jeges ruhák szorításában, szája levendula színűre fagyott, szempilláit hóborította, léptei egyre lassultak. Manfred mellé lépett, hogy öccse átkarolhassa a vállát, így segített neki a járásban. Anton szédelgett. Néha hosszú másodpercek lehúnyta a szemét, és hagyta, hogy testvére vezesse őt. Minden álomszerűvé vált, amikor nagyon messziről, mintha anya hangját hallotta volna. Kinyitotta a szemét, anya állt előtte, kétségbe esett alszal, és őt szólongatta. Anton, Anton! Rázta meg a vállát, anya. Hallasz engem? Igen, anya, hallak. Anya felkapta őt, és bevitte a nappaliba. Levette róla a megfagyott ruhákat, közben apa meleg vizet engedett a kádba. Miután anya vastag, puha pokrócokba tekerve, sokáig magához ölelte, Anton teste kezdett felmelegedni. A forró fürdő és a finom te után szinte újjáé lett. Ekkorra már rémülete is elmúlt, vidáman mesélte szüleinek a kalandot. Manfred a szobájában ült, és nagyon szégyelte magát. Apa nyitott be az ajtón, és leült mellé az ágyra. Manfred nem mert felnézni, tudta, hogy apa neheztel rá. Hazudtál nekem, fiam, azt mondtad, a dombra mentek hóembert építeni. Miért nem árultad el, mit tervezel? M mert tudtam, hogy nem engednél el a tóhoz, dünnyögte az orra alatt Manfred. Így van, nem engedtelek volna el, mert én tudtam, hogy a jég még nem elég vastag. Honnan tudtad, apa? nézett fel Manfred érdeklődve. A gyerekek néha azt hiszik, hogy okosabbak, mint a felnőttek. Jobban tudnak dolgokat. És azt gondolják, a szülők csak akadékoskodnak, meg feleslegesen tiltanak meg ezt-azt. Csak hogy ez nem így van. A felnőttek tudnak olyan dolgokat, amiket a gyerekek még nem. Manfred most még rosszabbul érezte magát. Bele se gondolt ebbe. Sajnálom, apa, mondta. Megígérem, hogy soha többet nem hazudok, és mindig elmondom neked és anyának, hogy hová készülünk. Azt jól teszed, válaszolta apa. Jóvá tehetem valahogy a hibámat kérdezte a fiú. Apa elgondolkodott. Foghatod a nagy hólapátot, és eltakaríthatod a havat az összes járdáról, az udvaron, meg a garázs eljárókról is. Manfred örömmel ugrott fel az ágyról, és már rohant is. Megkönnyebbült kicsit, hogy tehet valami jót ezen az átkozott napon, ami ilyen rosszul sült el. Besötétedett, mire az összes havat eltakarította, fájta a keze a kemény lapát nyíltől, sajogtak az izmai, de boldog volt. Apa megdicsérte, anya pedig sütött habos süteményt, a két fiú kedvencét. Másnap elmentek együtt korcsolyázni a közeli műjék pályára, ahol nagyon jól érezte magát a család. Manfred pedig ettől a naptól kezdve soha nem hazadott a szüleinek, és mindig elmondta nekik, hogy hova megy és mit fog csinálni.